tavaly előtt mi nemzetközi versenyként rendeztük meg a Csömörlő Ribbiringa Fesztivált. Most a szövetséggel közösen összedolgozva az volt a legfontosabb, hogy a magyar bajnokságot igazából mi rendezzük meg. Noha az égiek valóban nem velünk voltak, de szerintem ma az egész országban esett, tehát bárhol rendeztük volna a magyar bajnokságot, nyilván mindenhol ugyanezzel találkoztunk volna, és itt azért elmondhatom, hogy tehát a mi pályánk adottságai, ez a homokos és nem annyira agyagos pálya egész jól tűrte egész a végletekig ezt a gyilkolászást, amit műveltek a srácok a pályával. A felnőtt kategóriára már, mire eljutottunk odáig, a fő számra addigra már eléggé járhatatlanná vált a pálya, tehát a legnagyobbat én azt mondom, az elemekkel és az időjárással mégiscsak a felnőttek küzdöttek a pálya járhatatlansága miatt, illetve jó néhány részben ugye tudni kell, hogy a csömöri pálya nagyon technikás, nagyon kemény, néhol veszélyes is. Ugye ezeket mind úgy döntöttünk egyébként, hogy pont a felnőtteknek bent hagyjuk. Egyébként a nehéz elemeket meg is csinálták jól, de nem tudtak sehol pihenni, nem tudtak sehol egy jót gurulni. Végig nagyon keményen kellett küzdjenek. Én úgy gondolom egyébként, hogy semmi olyan eredmény nem született, ami szárazon ne született volna meg. Láthatóan mindenkinek megnehezítette egyformán a dolgát. Ennek megfelelően az eredmény gyakorlatilag, ha csak a nevek melletti eredményt nézem, az majdnem a várható volt. A saját csapatodat hogyan értékeled? Igen, három nagyon erős emberünk van, akire tulajdonképpen most jelenleg építjük a csapatot, ugye három különböző korosztályba, itt három magyar aranyérmet tudtunk szerezni, ugye, tehát a három magyar bajnoki mezt is begyűjtöttük hozzá, ugye, mivel ez a magyar bajnokság, illetve rengeteg második és harmadik helyezettünk van. Tehát van utánpótlásunk bőven, ezt kell mondjam, a kicsiknél is, közepeseknél is, úgy gondolom, hogy egyre jobban már a nagyoknál is. Természetesen úgy készültem, hogy hazai pályán nyerni kell, bár ugye a 4-5 napos eső nem tett jót a pályának, gyakorlatilag futóverseny volt, de szerencsére meg tudtam őrizni a bajnoki címemet. Ez nekem kifejezetten nem a kedvencem, nem sokat mozgok esős-saras versenyen, mivel magyar pályák nem szoktak így felázni ilyen méretekben, viszont próbáltam oda tenni magam, ahol futni kellett, ott futottam, ahol tekerni kellett, ott pedig maxot nyújtottam. Két hét múlva a válogatottal Londonba utazunk, ahol az olimpiai pályán lesz egy kiemelt kategóriás verseny, egy világkupa a junioroknak. Itt szeretnék még jól menni, ugyanúgy a dobogóra kerülni, vagy esetleg nyerni. Oda már kívánom a jó időt, bár Angliában ez előfordul, hogy nem sikerül. Azután pedig több országúti versenyre fogok még ellátogatni Olaszországba, és talán az Európa-bajnokságra, mely szintén Olaszországban lesz. Mindenképpen ez a célom, minél előbb felérni az élmezőnyre, itthon is és külföldön is. Szeretnék minél kirívóbb eredményeket elérni, akár már a Tokió olimpiára is kijutni. Tudtam, hogy a második a reálisabb. Persze megtettem mindent az első helyért, de nem voltam csalódott, mikor a második helyen értem célba. Úgy érzem, hogy végig tudtam kontrollálni a versenyt. Amennyire a sárton lehetett versenyezni, én próbáltam versenyezni. Persze rengeteg helyen le kellett szállni, kipörgött a kerekünk, nem tudtunk úgy lefelé menni. Pályajáráson 17 perces köröket is tudtam menni, most meg két kört mentem egy óra alatt, szóval látszott, hogy a sár eléggé visszavett. Nemrégiben a világbajnokságon is megmutattad magadat, honnan milyen élményekkel távoztál? Csehországról van ugye szó. Életem egyik legnagyobb élménye volt az, hogy kijuthattam oda. Magamhoz képest jól mentem, hát a mezőny nagyon erős, minden országból a válogatott sportolók jelentek meg. Úgy érzem, hogy a magyar válogatott nagyon szépen teljesített, a csapatváltóban az, hogy top 10-ön benne vagyunk, az nagyon szép eredmény. Igazából is nekem nagyon tetszett, örülök, hogy elsős verseny volt és nem száraz. Az a helyzet, hogy a héten elütöttek, úgyhogy nem voltam nagyon jó formában, úgyhogy abba bíztam, hogy ilyen futkározós verseny lesz. Úgy éreztem, tehát nagyon belázasodtam csütörtökön a tetanusztól, úgyhogy abszolút nem éreztem magam jól formában, úgyhogy nem vártam sokat ettől a versenytől. Örülök, hogy ilyen sáros lett, és végül sikerült megnyernem, de nem nagyon számítottam rá. Itt az egy külön pikantériája, hogy egyrészt Csömörön van az OB, hát ez presztízs szempontból sem utolsó dolog, meg hát a tesóddal indult el együtt. Igen, természetesen annak nagyon örültem, hogy hát remélem, hogy másodikként jön be, még nem tudom pontosan, de ha ez így összejön, Dina 1-2, annak nagyon fogok örülni.
Jó látni téged, kár, hogy civilben. Itt a helyed ugye a Csömöri OB-n, de sajnos nem nyerekben láthatunk téged. Mi történt, mi van a lábaddal? Pontosan nem tudom, hogy mi van a lábammal. Azt tudom, hogy terhelés nagyon fáj, és már egyébként a simán civil életben vagyok, úgyhogy nem lenne értelme, hogy itt induljak ezen a versenyen. Ezért úgy döntöttem, hogy nem is fogom még ezt erőltetni. Úgy néz ki, hogy ez a szezon már nekem mondjuk elment. Azért is vérezhet a szíved, mert csömöriként, mégis Csömören először a történelem során OB-t rendeznek. Ezen jó lett volna indulni, főleg úgy, hogy ismered a pályát centiről centire. Igen, és igazából az elmúlt hetekben is itt tekertem minden nap. Még egy kicsit abban a hitben voltam, hogy indulok, persze nem akkora eséllyel, mint maximális formámban, de igen, nagyon sajnálom, hogy az országos bajnokságot is eleve ki kell hagynom, pláne, hogy még hazai közönség előtt. Hát, esélyeshez méltóan ismét nyertél. 2010 óta ugye nem is találsz legyőzőre. Mennyire volt nehéz a verseny? Hát ezek a körülmények azért fokozottan nehezek voltak, ezért nem mondom, hogy egy átlag verseny volt. Elég sokat kellett futni, és ami annyira nem fekszik nekem, de tulajdonképpen valahol illett úgymond megvéden a bajnoki címet, mivel most olimpiára készülök. Most 21-én felutazok majd magaslatra edzőtáborozni Livignóba. Ott leszek egy a majdnem 3 hetet, az alatt versenyzek is egyes Franciaországba, majd augusztus 14-én utazok Rióba, és 21-én lesz a versenyem. Azt mondom, hogy mivel lennék nagyon-nagyon elégedett, hogyha meg tudnám javítani a pekingi helyezésemet, amely egy 23. hely, hogyha azon tudnék kicsit javítani, akkor az már úgy gondolom, hogy elég nagy dolog lenne így a kerékpársportban.